1300 gyereknek juttattunk el mindent, komplett iskolatáskákat töltöttünk meg, ezek megmaradtak, ezeket jövőre felhasználjuk, vagy ha évközben szólnak, a háborúból jöttek gyerekek, rengeteget adtunk a családgondozóknak. Amikor 18 éven aluli gyerek voltam, akkor engem is sokan segítettek azért, hogy szegény családból születtem, anyukám tisztességesen nevelt, és valahogy mindig volt egy személy az életemben, aki ott volt és segített. Vagy utat mutatott, vagy anyagi támogatást adott nekem, és a kezdeti lökést megadta, és úgy érzem, hogy tartozom annyival, hogyha nem is annak az illetőnek, de másnak én visszaadjam. Alapítványunk rászoruló és mély szegénységben élő családokat, gyermekeket támogat országszerte. Alapítványunknál rengeteg önkéntes segítő van, ezt a munkát nélkül nem tudnánk végezni, mert nagyon sokan járnak ide segíteni. Nekem 3 sajátos nevelési igényű gyermekem van, és akkor még, mivel kisebbek voltak, ugye elég nehéz anyagi helyzetben voltunk, és emiatt ti segített nekünk. Nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy segítsek mindenféle egészséggel kapcsolatos dolgokhoz. Hozzájussanak olyan emberek is, akiknek nincsen. És ez nagyon fontos. Igyekszem én is ebben a mentalitásban, akár a fiatalokat, akikkel együtt dolgozunk, megtanítani erre, és 6 éve pedig egy kislányom van, akinek ezt át akarom adni, lehetőségem van rá. Hosszú évek óta vagyunk kapcsolatban a Tündérpak alapítvánnyal és Szomolányi Timiékkel. Gyerek születik és babakocsira van szüksége a családnak, az mondjuk egy komoly kiadás, akkor az jut eszünkbe, hogy na hívjuk föl Timit. Hát nincs az a kérés, amit ő ne tudna teljesíteni, hiszen ő nem csak egy egyszerű adományozó, hanem egy komoly adományozói hálózata van, akikre tényleg mindig számíthatunk, és ez nekünk nagyon sokat jelent. Néhány éve vagyunk aktív kapcsolatban a Tündérpakkal, Timivel, Noémivel, és számíthatunk rájuk, hogyha valami elakadásunk lenne. Igazából bármivel fordulhatok, és akkor meglátják, hogy ők miben tudnak közreműködni. Azt gondolom, hogy aki csak teheti, igenis csatlakozzon hozzájuk, támogassa őket, mert így tudjuk ezeket az embereket még inkább segíteni. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy hidat is képez azok a civil emberek között és az igénylők között, akik amúgy nem találnának egymásra. És azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben felvirágoztattuk az önkéntességet. Megtaláltuk azt az utat, ami mindenkinek így jó. Tehát, hogyha a cégeket keressük meg, és a cégek valóban támogatják a dolgozóikat, akkor egyre többen privát magánéletben is csatlakoznak hozzánk.